A hazánkban közel egy éve tartó járványhelyzet rávilágított arra, milyen fontos az egészség megőrzése és a betegségek megelőzése. Ezzel is magyarázható, hogy 2020-ban jelentősen megnőtt a gyógyszerfogyasztás. A KSH adatbázisából látszik, míg 2004-ben évente 15.900 forintot költöttünk átlagosan gyógyszerekre, 2018-ban ez több mint a duplájára nőtt, közel 40.000 forintot mutat a statisztika. 2020-ban pedig tovább folytatódott az emelkedés. Három dolgot kell itt megnézni. Az egyik az, hogy a COVID vírussal kapcsolatos megelőzésre használt szereknek a napi fogyása vagy fogyás adatai jelentősen megnőttek. Ez sok esetben többszörösére nőtt, mint mondjuk a COVID előtti időszakban. Ezek a készítmények, ezek már sokszor mindenféle fórumon hallott C-vitamin, D-vitamin, multivitaminoknak a mennyisége abszolút többszörösére nőtt. Megjelentek új készítmények is, de kimondottan a vírus elleni védekezéssel kapcsolatban, olyan gyógynövénykészítmények, amelyek korábban nem voltak a gyógyszertárak polcain. Ugye ezeknek korábban nulla fogyása volt, most pedig számottevő fogyásuk lett. Ehhez kapcsolódóan orsprék, illetve szájsprék is, illetve hát valamennyire a kézfertőtlenítőknek, illetve szájmaszkoknak a vásárlása is nagyban kapcsolódik a gyógyszertárakhoz. Tehát egy kicsit leválva a gyógyszerfogyasztásról, hogyha patikai forgalom növekedést nézünk, akkor ezek is ebbe beletartoznak. A krónikus betegeknél, akik minden hónapban megveszik a szükséges gyógyszereket, mint például a vérnyomás vagy koleszterin csökkentőt, nincs változás, ugyanazt a mennyiséget szedik, mint korábban. Az ő esetükben annyi az újdonság, hogy a három hónapra felírt mennyiséget egyszerre váltották ki, így itt a gyógyszertárak forgalmi értéke változott hullámzóan. A COVID terjedésével párhuzamosan azonban más gyógyszerek forgalma is nőtt. A vírus okozta megbetegedésnek a kezelésére használt gyógyszerek, ezek között nagyrészt receptköteles orvos által felírt gyógyszerekről beszélünk, ami kimondottan vírusellenesszer, antibiotikum, mert egy ilyen jól bevált kombinációt látunk már, főleg itt a második hullámban, amit használnak, amelyeknek az előző évi forgalomhoz képest szintén többszörösére nőtt a ő fogyasztása, illetve a tünetek enyhítésére, mint klasszikus megfázás elleni készítmények, illetve kiemelhető a köldés elleni készítményeknek a fogyásának a növekedése, mert ami tipikus tünete ugye a COVID-nak, ezáltal ennek is azt látjuk, hogy azért nagyobb a fogyása, mint egy normál megfázós időszakban volt az előző években. Bár felmerülhet, hogy a kialakult helyzet okozta stressz kezelésére is megugrott a gyógyszerek fogyasztása, a híradónk által megkérdezett patikus ezt nem tapasztalta. Nem emelkedett az antidepresszánsok vagy a fejfájás csillapítók kereslete. A nyugtató-altató készítmények fogyasztása bár nőtt egy kicsit, a korábbi kereslet kétszeresét sem érte el ez az emelkedés.